Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel, ez a pont ma, március 3-a szerda van. Híradónk élén főbb témáink röviden. Több milliárd forint érkezhet Pécsre, a Napenergia Kutatóintézet jövőre nyílhat. Pécset nem éltek vissza a kopogtató cédulákkal, az MSZP és a Jobbik már leadta az ajánlószelvényeket. És tilos gömb akváriumban tartani az aranyhalat és túlzsúfolni a hörcsögöket. Büntetést is fizethet az, aki nem tartja be a módosult állattartási szabályokat. Napenergiát kutató intézet nyílhat Pécsett, a központ az egyetemen épülő Science Buildingbe kerül majd. Az elképzelésekről szándéknyilatkozatot írta alá a B-intézet és a Pécsi Tudományegyetem. Ez az aláírás több milliárd forintot érhet Pécsnek. Ilyen horderejű kutatási programok kerülhetnek ide a Bajz Zoltán alkalmazott kutatási közalapítvány segítségével. A Magyarországon egyedülálló intézet az áramtermelésre készülő napelemeket kutatja, 10-15 embert foglalkoztat majd. Összekapcsolódik ilyen módon egy infrastruktúrális fejlesztés és egy humán erőforrás fejlesztés ebben a történetben. Ráadásul mindez kötődik Pécs város pólus programjához, a környezeti parkhoz, hiszen az energetika, a megújuló energetika az egyik talán legfontosabb szelete a környezeti parknak. A kutatások során a napenergia gyűjtésének technológiájára koncentrálnak, vagyis hogy hogyan lehet növelni a napenergia hasznosítás hatásfokát. A jelenlegi napelemek az energia 6-7%-át hasznosítják, a legújabb kutatások eredményei alapján ez akár 30%-ra is növelhető. A kutatóközpont működésére az első 3 évben 2 milliárd forintot költenek, ezután várhatóan tudományos eredményei értékesítéséből tartja fenn magát. Ahol a napenergia, az alternatív energia hasznosítását az innováción keresztül üzleti alapon képesek leszünk elérni. Ez a fejlődésnek, vagy a fejlesztésnek a legfontosabb célja. A BAI intézet elsőként egy irodát nyitott Pécsett. Ez fogja előkészíteni az Egyetem és a Regionális Innovációs Ügynökség segítségével a kutatóintézetet. Várhatóan 2011-ben nyílik meg a modern létesítmény a Science Buildingben. Elkezdődtek a mandula virágzási tudományos napok a Pécsi Tudományegyetemen. A mandulák virágzásával egy időben zajló tavaszköszöntő rendezvénysorozaton neves hazai és külföldi tudósok adnak elő. Célja, hogy az egyetemen felhalmozott tudást megossza mindenkivel. Az előadások teljes mértékig nyitottak és ingyenesek az érdeklődők számára. A részvétel pusztán előzetes regisztrációhoz kötött. Az esemény az Európa Kulturális Fővárosa programjaihoz is szervesen kapcsolódik. Még 19 napjuk van a pártoknak ajánlószelvényeket gyűjteni. Az MSZP és a Jobbik már leadta a szükséges kopogtatókat. A városban nem történt visszaélés. Még 2 hétig lehet kopogtató cédulákat gyűjteni. Az országgyűlési egyéni választókerületben induló jelöltek március 19-éig kérhetik az ajánlószelvényeket. Az ajánlószelvény kitöltésre nagyon kell vigyázni. Itt van ez a bizonyos perforáció, Magyarország perforáció, ami jól látszik és érzékelhető is tapintással. Ez azért van, hogy a kopogtató cédulákat ne lehessen hamisítani, mondja a helyi választási iroda vezető helyettese. A jelöltséghez a törvény szerint legalább 750 választópolgár ajánlása szükséges. Ezeket a választási bizottságnál kell leadni. Az ellenőrzés után a választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről. Szerdáig 2 párt már leadta a szükséges dokumentációt és az ajánló szelvényeket, a többiek még nem, mondja Major István. Információink szerint a többi jelölő szervezet is, akikről a kommunikációban hír elhangzott, gyűjtik az ajánló szelvényeket, de eddig a választási irodához nem jelentettek be bejelentési szándékot. Erre még 2 hetük van. A kopogtató cédulák kitöltésénél fontos odafigyelni arra, hogy ne kerüljön rossz vagy hamis információ a szelvényre, teszi hozzá Major István. Ha hibás a kopogtató cédula, a jelölést érvénytelennek tekintik. A stúdióban Horváth Csaba politológus, köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! 19-ig a jelöltállítás hivatalos határideig, még nagyon sok minden történhet. Minden esetre most úgy látszik, hogy az MSZP, a Fidesz és a Jobbik jelöltjei összegyűjtik, vagy összegyűjthetik a kopogtató cédulákat, az ajánlószelvényeket. Ön mit prognosztizál, a kisebb pártok meg tudják ezt majd tenni? Mi várható?
Hát ez a három párt tudja legjobban mobilizálni a közönséget, ezt jól tudjuk, a Fidesznek a legnagyobb a közönsége, az MSZP-nek pedig hagyományos tábora van, a Jobbik pedig egyre jön fölfele, mint látjuk. Van egy nagy probléma, egyrészt nagyon rossz ez a rendszer, a koputató célzuló rendszer. Most olyan dolgokról beszélek, hogy adják, veszik, az egy dolog, hanem hogy a Fidesz kitűzte célul azt, hogy 2 milliót össze fog gyűjteni a kopogtató célulákból. Nem kéne persze ennek a harmadát se, de hát ez azt jelenti, hogy a többiek kárára. Mert tehát minél többet elvisz a Fidesz és a nagypártok, annál kevesebb, hogy a piciknek meg fognak szenvedni. És ugye hát az a probléma, ha nem tudnak elegendő számú kopogtató célulákat gyűjteni a picik, akkor listát se tudnak, országos listát, és ha nem tudnak országos listát állítani, akkor biztosan nem fognak bekerülni a parlamentbe. Ez ennek a tétje. Tehát már itt már megakadhat a választás Magyarországon. Azt nem biztos, hogy tudják a nézők, hogy ugye Baranyában az SZDSZ nem indít jelöltet, tehát akkor itt most az MDF és az LMP jelöltjeiről van szó, tehát róluk beszélünk, mint kisebb pártokról. Viszont ez a kampány azért több szempontból is más, vagy furcsább, mint az előzőek, ugyanis most úgy tűnik, hogy a Fidesz és az MSZP, mint hogyha tudatosan nem lennének annyira kemények, mint hogyha attól tartanának, hogy ugye a másik párt akkor majd ezt fölhasználja esetleg ellenük. Ön szerint erősödhet-e ez még? Tehát elképzelhető az, hogy esetleg durvább fegyvereket is bevetnek majd a pártok még? Hát mind a kettő párt, két nagyobb párt visszafogott. Az MSZP azért, mert hát amilyen helyzetben van az ország, azért arról ő tehet. Természetesen ezt érzi is. Sokat tehát Mesterházi nem ígérhet. A Fidesz pedig eleve visszafogott. Jól csinálja egyébként Orbán Viktor, mert hogy a Fidesz is kényszerpályán lesz itt április végét. Az ország is kényszerpályán van, tehát túl sokat a Fidesz sem ígérhet. A Jobbik viszont megteheti. A Jobbik még nem volt hatalmon, nem volt még parlamentben se, tehát nyugodtan támadhatja mind a két pártot, és nyugodtan mondhat mindent. Tehát sokkal könnyebb helyzetben van a Jobbik. Ugye azt tudjuk, hogy tavaly tavasszal átalakult a város vezetése, és ezzel a vezetés stílusa is, úgymond, és akkor egy protestszavazás is zajlott az MSZP ellen. Ön szerint zajlik-e még ez az MSZP elleni hangulat? Még bent van, még jóval. Nem, az emberek nem felejtettek el Gyurcsány Ferencet. Legfeljebb annyira fog megszelidülni, hogy nem mennek el szavazni annyira. Tehát MSZP nem tud mozgósítani annyi szimpatizánst. Nem felejtsük el, nagyon sok baloldali ember van ám Magyarországon, meg kockázaton még most is többségben vannak. Csak a baloldalak egy része már Orbán Viktort választotta, mert ő jóval baloldali programot vállal föl, mint a Mesterházi. Az MSZP inkább liberális, mint baloldali, tehát én úgy látom, hogy a baloldaliakat kevésbé lehet mozgósítani, inkább otthon maradnak, de azért most már nem szavaznak annyira az MSZP ellen, hanem inkább nem szavaznak. Tehát akkor ez, ami országosan is, tehát a Fidesz azért lóhosszal vezet most az MSZP előtt, vélhetőleg azért Pécsett is, ön szerint van esély arra, hogy áprilisig ez megváltozik? Régen volt ilyen lefutott választás, politológusoknak nagyon könnyű dolga van, a győztes már megvan, már 2 éve megvolt, összed után megvolt már a győztes, ez nagyon nagy hiba volt. Tehát abban, hogy a Fidesz nyer, már is semmi kétség nincsen, csak hogy itt milyen kérdések vannak, hogy mennyivel nyer, tehát az nem mindegy. Mennyire roppan össze az MSZP, az sem mindegy, hogy kis-közepes párt lesz az MSZP a nagy pártból, az sem mindegy, hogy ki vagy kik kerülnek be a parlamentbe, tehát most már csak ezeken múlik. Hát Pécs, legalábbis a közelmúltig, az baloldali megye volt és baloldali város volt. Ez most meg fog változni. Ahogy Pécs megváltozott hirtelen a protest szavazatokkal, Pécset is tele van katasztrofális bakikkal. Hát látjuk, most kezdődnek meg a büntető eljárások, még csak most indulnak meg, és pláne itt az LKF is, ugye, ez a kettő, ez hozza magával a protest szavazatokat, tehát Pécset ugyanaz a helyzet, mint országosan a Fidesz nyerő helyzetben találtatik. Talán Szili Katalin, aki egy kicsit meg tudja szorítani Nagy Csabát, de a másik háromban nagyon nehéz ezt elérni majd az MSZP-nek. A megyében pedig ott is legfeljebb, ha egy helyen, tehát a 7 helyből, ha 2-nek sikerül MSZP-st elnyerni, akkor az már sokat mondok azzal. Az európai parlamenti választások azok általában alacsonyabb részvétellel zajlanak, mint az országgyűlési vagy az önkormányzati voksolások. Ön szerint itt Pécsett milyen részvételi arányjal számolhatunk? Pécsett már nem mindig követte az országos átlagot, 1-2%-kal volt jobb. Most azt jósolom a választásokra, hogy
Nyilvánvaló többen leszek, mint az Európa Parlamenti választások, de nem lesznek túl sokan, tehát nem lesz ilyen 70%, mert hogy már eldőlt, és sok aktív fideszes szavazó sem megy el, mert hát már győzött a Fidesz. Tehát van 65%, 60-65% között mérhető lesz majd a szavazatok aránya. Ha túl kevés a kispártoknak, az se jó, ha túl sok, az se jó, mert akkor nem tudnak bejutni. Egy ilyen 60% pont az lenne legjobb egy ilyen MDF-SDS partinak, egy LMP-nek is például, mert akkor van esélyük, hogy elérjék az 5%-ot, de olyan 60% körül fog mozogni, elég nagy a passzívok száma ma, Pécsett és Baranyában is, és országszerte is. A beszélgetés elején említette a Jobbikot, csak egy fél mondattal, tehát sajátos a Jobbik helyzete, ugyanis a Fidesz az MSZP kreálmányának tartja, az MSZP pedig a Fideszt hibáztatja azért, hogy megerősödött a Jobbik, de már az SZDSZ és az MDF is összeugrott a témában. Tehát ön szerint akkor ez mind-mind a Jobbiknak kedvez? Ez mind a Jobbiknak kedvez. Ő a nevető, nem harmadik, negyedik vagy ötödik, mert hiszen olyan kérdéseket tesz fel a Jobbik, amire nem tudott választani se a Fidesz, se az MSZP. Cigány kérdést nem tudnak választani. Bűnözés, korrupció nem tudnak választani. Gazdasági válság nem tudnak. Tehát élő válságokat boncolgat a Jobbik, az más kérdés, milyen választ adna rá, vagy nem. És ez az emberek igényét felkeltette. Tehát a Jobbik egyaránt támadja az MSZP-t is, nem az MSZP találmánya. A Fideszt is nem a Fidesz találmánya, hanem a kettő tehetetlenségéből jött ki ez a harmadik radikális párt, és bizony, amint látjuk ma, van erre igény, és nem lennék meglepve, ha esetleg még az MSZP-t is megelőzné a Jobbik a választásokon. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Majd folytatjuk. Igen. Most pedig lássuk, mi minden történt még Európa kulturális fővárosában az elmúlt 24 órában. Jobban betartjuk a törvényeket, mint eddig, a kiszabott bírságok is enyhébbek. A rendőrség, a vám és pénzügyőrség, a fogyasztóvédelem és további 5 hatóság 3 éve fogott össze, hogy összehangolja az ellenőrzéseket és közösen lépjen fel, ha szükséges. A hatóságok szerdán értékelték az elmúlt időszak eredményeit. Ezres nagyságrendben lehet mondani azért ezt a közös vizsgálatot, amelyet akár a nyári idegenforgalmi szezontól kezdve a különböző ünnepek előtt is végeztünk. A bírságok azért jelentősen csökkentek, de azért milliós nagyságrendben fordult elő azért az előző években is bírságösszeg. Utas számlálást tartanak a pécsi buszokon. A Pécsi Közlekedési ZRT tájékoztatása szerint ezzel javítanák a helyi és helyközi közösségi közlekedés minőségét. Például, ha kell, hozzáigazítják a menetrendet az utazási igényekhez. Az utasokat szerdán kezdték el számlálni, az adatfelvétel szombaton folytatódik. Március 3. hetétől pedig a fontosabb helyi és helyközi megállókban kérdőívekkel is megkeresik az utasokat, hogy feltérképezzék utazási szokásaikat. Tilos gömbakváriumban tartani az aranyhalat, és használati utasítást kell adni a teknős mellé a kereskedésben. Aki megszegi a szabályokat, büntetést fizet. Módosult ugyanis egy kormányrendelet. A jogszabálya helyi állattartást is szabályozza, de ez Pécset sok újdonságot nem hoz. Hogy hogyan ellenőrzik majd a furcsa szabályokat, azt még nem tudni. Egy kis madárnak 35 cm-re van szüksége. Tilos túlzsúfolni a hörcsögöket, és pontosan meg van szabva, mennyi víz kell egy halnak. Így módosította a kormány a kettelésből tartott állatok tartásának és kereskedelmének szabályait. Azért, mert ezeknek a kis állatoknak is joguk van a jó élethez és a normális körülményekhez. Nevezetesen, ha most egy konkrét példával éljek, valaki július 1-je után díszhalakat tart gömbalakó akváriumban, és ez mondjuk az állatvédelmi hatóság tudomására jut, akkor az állattartót el is lehet tiltani ettől az állattartó tevékenységtől, és ezzel párhuzamosan állatvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet. Ebben a kisállatkereskedésben állattartási célra már nem lehet kapni kör alakú kalitkát, illetve gömb akváriumot. Ez utóbbit, mint megtudtuk, már csak lakásdíszként adta el a kereskedő. Halak helyett színes kavicsokkal, műanyag növényekkel egészítette ki. Tehát gyakorlatilag nekünk a kereskedőknek is nehezebb lesz a dolgunk. Az állatok valamivel kényelmesebb körülmények közé kerülnek, de hát ezek nyilván többletköltségekkel fognak járni. Az új szabályozás szerint használati útmutatót is kell mellékelni az eladott állatokhoz. Állatorvost kell fogadnia a kereskedésnek, aki folyamatosan ellenőrzi majd a kedvencek egészségi állapotát.
Mikrocsippel kell ellátnia a tulajdonosnak, a nála született elajándékozott keverék kutyákat is. Évtizedek óta gyakorlatilag dolgozunk ezen a témán, ellenőrzünk rendszeresen, de vannak olyan területek, amik csak most először kerültek leírásra. Például a kutyáknak a tartási nézetmétere, az állatkereskedésekben tartott eladásra kínált állatoknak a minimális tartási körülménye, ezek most lettek leírva, és nagyon fontosak abból a szempontból, hogy ezeket be is tudjuk tartatni majd a jövőben. Hogy pontosan hogyan és hányszor ellenőriznek, azt még nem tudni. Az állatvédelmi rendelet egyébként összemosódik a helyi állattartási szabályokkal is. Ez Pécsett érdemi változást nem hoz, tudtuk meg a polgármesteri hivatal szakjogászától. A pólus programnak felbecsülhetetlen értéke van Pécsett, hangsúlyozta Szilika Tanin szerdán. A projekt keretében 10,2 milliárd forintos támogatáshoz jut az egyetem, amely a fejlesztést szolgálja. Nekem pécsiként, baranyaiként is nagyon fontos az, hogy ez megvalósuljon. Reményeink szerint két héten belül ennek a szerződés aláírására sor kerül. Ez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen múlik ma már, hogy ez mikor történik meg. Én annak nagyon örülök, hogy Pécs sikerrel pályázott. A hivatalos eredményt még ebben a kormányzati ciklusban kihirdethetik, így nyáron megkezdődhet a fejlesztés. A kisgyermek mindig játszik, más és más személyek bőrébe bújik, szerepeket ad elő. Ezért hasznos az úgynevezett színházi nevelési program. A napokban az egyes számú gyakorló általános iskola alsós tanulóival foglalkoztak színészek és drámapedagógusok. Ez valójában egy interaktív drámajáték. Az előadók bevonják a kisdiákokat is. Egymás szerepeire reagálva tanulhatnak magukról. Ennek a programnak az a célja részben az együttműködés a művészekkel, részben a módszertárunknak a fejlesztése, és ehhez ők nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a műsoraikkal és előadásaikkal. Úgy gondoljuk, hogy a modern pedagógiában a drámapedagógiának nagyon komoly helye van, és szeretnénk ezt megtanulni. Repültek a paradicsomok, jaj, veszékeltek az angyalszárnyas katonák, és dübörögtek a bakacsizmák. A Határtalan Város, Határtalan Színház című sorozat keretében Pécsett adta elő sokkoló Turbó Paradízó című darabját a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulata. Elnyomás, háború, erőszak, perverziók, aztán ironikusan nemzeties táncbetétek és szerbmondókák. Ez lenne a Turbó Paradiszó. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulatának vendégjátéka kifejezetten izgalmas estét adott a pécsi színházbarátoknak. Urbán András társulatának tagjai kivételesen kíméletlen természetességgel és hitelességgel adnak egymásnak utasításokat, válogatott szadomazohisztikus perverziókra, miután katonanadrágra vetköznek. Béres Márta nem tudja megmondani, mit és kit is alakít. Talán önmagát más szituációban, életkörülmények között teszi fel a kérdést magának, aztán mégis beavat szerepébe. Több feladatból áll, mondjuk napozó nőket alakítunk. Tehát nem úgy mondhatnám, hogy ennek a szerepnek van egy építkezése, van egy mélypontja, van egy kulminációs pontja, hanem hogy nem tudom, megerőszakolt nők, aztán a nők, akik napoznak, és igazából csak felszínes dolgokkal törődnek. A próbák laboratóriumi körülmények között zajlanak. Az újító szellem műhely munka során sokat beszélgetnek egymással, lassan formálódnak a figurák, mondja a rendező. Az előadásaink jó része tulajdonképpen a legalábbis a szövegét illetőleg improvizációk, tehát hogy sohasem megírt. Nem végig megírt szövegek, hanem meghatározott témák, meghatározott pillanatok. Persze minden színészünk tudja, hogy mikor, mit kell, hogy elmondjon. A szabadkaiak március 2-án a Turbó Paradiszóval mutatkoztak be, 3-án este pedig a Terápia című előadásukkal teszik próbára idegeinket, tűrőképességünket és rekeszizmainkat. Mindjárt jönnek a sporthírek, de előtte lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Csütörtökön is erősen felhős lesz az égtérségünk fölött, egyre több felé várható eső, havas eső, sőt akár kisebb havazás. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, 2-7 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Gyenge hidegfronti hatásra készülhetünk. Az allergiásoknak kevésbé jó hír, a levegőben a mogyoró pollenje már erőteljesen megjelent.
Most következzenek a friss sporthírek Nyilas Lászlótól. Laci, mi lesz ma a témád? Vízi kosárlabda egy különleges sportág, nemzetközi tornát rendeztek az Abay Nemes Oszkár uszodában. Erről láthatnak majd egy tudósítást. Tudják önök, hogy mi az a vízi kosárlabdázás? Nos, ha nem, a most következő tudósításból megtudhatják. Van ugyanis Pécsett egy vízilabdaklub, mely kosárlabdázik a medencében, és nemzetközi tornán is részt vettek a fiúk. Állandó edzéseinek színhelyén az Abay Nemes Oszkár uszodában rendezte meg a pécsi vízi kosárlabdaklub a 7. nemzetközi tornáját. Ezúttal 6 csapat vett részt a küzdelmekben, szlovéniai Mariborból 2, velenjei Skoperből pedig 1-1 együttes indult a megmérettetésen, még a hazaiak 3 csapattal képviseltették magukat. Magyar szempontból kiválóan alakult a torna, mivel az első számú pécsi csapat döntőbe jutott, ahol ugyan alul maradt a Mariborral szemben, de így is nagyszerűen helytállt. Ezen kívül a hazaiak még egy 5. és egy 6. helyezést is szereztek. A legjobb játékos Tantos Balázs lett, a hazaiak gólkirálya pedig Stojkovics Éva 18 ponttal. A 2009-2010-es szezon 3. állomása volt a pécsi, ezzel az eredménnyel a mieink összesítésben a 3. helyre jöttek fel. Márciusban Velenjében folytatódnak a küzdelmek, de még idén Ljubljanában és Koperben, valamint Mariborban és Kopenhágában is lesznek vízi kosárlabda tornák. Pécsett a sporták 2003 óta létezik, a pécsi csapat 2005 óta vesz részt az úgynevezett Alpok Adria Liga kupában, a legjobb helyezése tavaly a 2. pozícióból. A torna végeredménye pedig első a Maribor A csapata, a 2. pedig a Pécs A együttese lett, a 3. helyen a Maribor B együttese, a 4. pedig a Velenje végzett. Az elkövetkezendő néhány másodpercben rövid híreinket, információinkat láthatják a képernyőn. Bene Barnabás kiválóan szerepelt a fedett pályás országos bajnokságon, és megérkezett Kloch Viktor, a PVSL rövidpályás gyorskorcsolyázója a téli olimpiáról. Egy érdekes sakk eredmény, valamint egy túraajánló lehet menni, remélhetőleg jó idő lesz majd szombaton. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. A város friss közéleti és sporthíreivel továbbra is rendszeresen várjuk Önöket a képernyők elé. Ne feledjék, licitáljanak a Páva Zsolt polgármester által felajánlott sátorra. SMS-eiket a 0630-30-30-140-es számon várjuk. Friss tudósításainkat, riportjainkat pedig megtekinthetik a www.pectv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra! Viszontlátásra!